Képviselőtestület egy nagyon fontos döntést hozott meg ma délelőtt. A saját kérésére magánéleti okok miatt távozó Boros László Attila helyett Kun Miklóst választotta meg december 1-től a Gyulai Várfürdő első számú vezetőjévé a Városi Képviselőtestület, jelentette be a csütörtöki ülést követő sajtótájékoztatón Görgényi Ernő. A polgármester hangsúlyozta, Gyulán 2011 óta folyamatosan nő a vendégeiszakák száma, a fürdő látogató száma és gazdasági eredményessége. Nagyon fontos volt, hogy olyan szemét választanak a képviselőtestület a Várfürdő igazgatójának, aki ezt a munkát tovább tudja vinni, és ezt a fejlődési pályát továbbra is garantálni tudja. A képviselőtestület nagyon jó döntést hozott. Kun Miklós úr személyében egy magasan képzett, elismerésre méltó szakmai gyakorlatot magáénak tudó közgazdászt választott. A pénzügyi szektorból érkező, közgazdász végzettségű, erős gyulai kötődéssel bíró Kun Miklós a jelenleg folyó eredményes munka folytatását, adott esetben bővítését ígérte. Nagyon megtisztelő számomra, hogy jelölt lehetek, illetve megválasztott a képviselőtestület erre a pozícióra. Tisztában vagyok vele, hogy milyen felelősséggel jár ez, hiszen tudom, hogy a város életében a fürdő milyen jelentős szerepet tölt be. Egy olyan időszakban veszük át Andrással a stafétát, amikor a fürdő felívelő szakaszban van, az egész magyar fürdőkultúra egyébként felívelő szakaszban van, és hatalmas változások előtt áll a fürdő élete. Kun Miklós azt mondta, a következő évek a Szigeterőd program és a versenyuszoda megépítésével telnek majd, ezek pedig a város következő 100 évére ható beruházások lesznek. Kiemelte, nagyobb fejlesztésre a fürdőnek saját forrásból nincs lehetősége, de a csökkenő látogatottsággal és bevételekkel bíró gyógyászat fejlesztését is fontosnak nevezte. December 1-jéig a fürdő vezetésével kapcsolatos teendőket Balog András főmérnök látja el.